Köszönni ki fog, bejelentkezni ki fog, ugyanis megújul a Híradó stúdiója. Újra kábelezzük. Itt minden megújul. Innováció. Bodris kinézett erre, hogy mi a jó fene folyik itt, mik ezek a nagy munkálatok itten. Hát azok kérem szépen, hogy kénytelen voltam a jól rászerkesztett dugót, amit a tegnapi nap folyamán rátettem, levágni, hogy ki tudjam húzni a kábelt, de majd mindjárt mutatom a helyszínt, és ki tudjam húzni az antennát. Ugyanis a mai nap annyi történt, mindjárt majd normálisan beszámolok én erről. Úgy látom viszont, hogy egy-két kábel egy picit rövidebb lett közepén, tehát nem ér végig ütközésig, de nem sok híja. Ettől függetlenül remélem, hogy ezek a kések, vagy nem tudom ez pontosan, hogy működik oda bent, amikor a krimpelő rányomja, mert ugye nem csak a tövénél, hogy ne essen le a dugó, hanem az érintkező csatlakozókat, késeket, vagy nem tudom minek nevezik, ezeket is rágyógyítja. Szerintem elég lesz. Ugyanis most az a cél, hogy csak a tápot fogom rákötni, napocska! De jó, most kiég a kép ezerrel. Muszáj vagyok módosítani rajta, nem hiszem már, mert amúgy értékelhetetlen. Egyébként meg esett egy jó kis eső, úgyhogy most úristen, mi van itt? Aszta. Inkább akkor az ND-szűrőt forgassuk meg. Az lesz a jó majd, hogyha mindjárt elborul, aztán akkor elborul az agyam is. Na mindegy, én most nem akarom ezt hosszúra húzni, ez a mai rész csak egy rövid összegző lenne. Mégpedig az a kapcsolatban, hogy ugye én kaptam segítséget már rögtön a tegnapi videó kapcsán azonnal, hogy segítetek nekem konfigurálni ezt az antennát. És ez meg is történt, az egyik kedves néző jó voltából, aki nem kívánja felfedni magát, de ezúton is köszönöm tehát neki a segítséget. Ugye délelőtt, hát ő is azt mondta, hogy egy 5-10-15 perc alatt azért sikerül ezt összehozni, de kellett hozzá egy kicsit több idő. Ugye nem minden eset olyan egyszerű, és nem minden eset egyformán működik. Szóval azért ráment egy kis idő, de sikerült. Csak sajnos arra jutottunk, hogy olyan 3 megabit per szekundumnál a letöltési sebességem nem több, és nem is akar több lenni. Ugye én a tegnapi videóból azt mutattam, azt láthattátok, és lekeresítek vissza, hogy hova raktam az antennát, hogy pont ezt az antennát, hogy pont rálát a toronyra, az ottani antennára. Ennek ellenére, hogy eléggé optimálisnak tűnt a helyzet, és ugye 4-es térerőt mutatott, nem sikerült a konfigurálást követően, meg a frissítést, meg a minden követően, aminek én a felét se értem, de mindegy, ezért itt voltam lélekben, és nem sikerült összehozni, hogy nagyobb legyen a letöltési sebesség. A feltöltés az olyan 20-22-23 körül mozgolódik, az elég jónak tekinthető. Tehát, hogyha most abból indulok ki, hogy videót akarok majd feltölteni, az azért jobban fog menni, sőt, ahhoz képest, ahogy eddig ment, repeszteni fog. Viszont a letöltés az még mindig ótvar. Vacak, mocsok, temető, zsákutca, gyenge, semmire se jó. Halott, zombi. Szóval, utána, hogy nagy nehezen akkor végül is ezt sikerült összehozni, én álltam egy kicsit, nekiálltam egy kicsit játszadozni az antennával, és akkor ide helyeztem, oda helyeztem, ahova helyeztem. Egyébként van egy másik torony, tehát ez a torony, amiről beszélünk, ez 4,5 km, olyan 4-5 km van tőlem, de inkább a 4-hez van talán közelebb, ha jól emlékszem. Viszont van egy másik torony abba az irányba, ami igaz, hogy egy olyan 15-20 km van. Viszont amikor az antennát abba az irányba fordítottam, akkor itt az 5-ös skálán a térerőt 5-ösre mutatta, nem pedig csak 4-esre. És mértem is egy olyan 8-10, tekintsük ezt ilyen átlagnak, egy olyan 8-10 megabit per szekundumos letöltési sebességet, amiről azt mondom, hogy na, talán már valami van. Ugyanis eddig úgy voltam vele, hogyha ez csak 3-at tud körülbelül, valamikor annyit se tudott, 2, ugyanúgy 1 körül, akkor úgy voltam vele, hogy a készülék repül vissza oda, ahonnan jött. Viszont így, hogy sikerült mérni egy olyan 8-10-et körülbelül, a legnagyobb, amit sikerült mérnem, egy maximum, az olyan 13 félre jött ki, így már azért
úgy gondoltam, hogy érdemes volna egy kicsit még játszani vele, de ugye a kábelem csak 25 méter. Tehát most azt csináltam, hogy amíg tegnap az ajtón keresztül, a nyitott ajtón keresztül kihoztam ezt a 25 métert, azért nem volt annyira nagy mozgásterem. Most látszik, hogy egész idáig kiérünk, mégpedig azért, mert hátul az épület, a kabinnak a hátuljánál, az északi oldalánál hoztam ki a kábelt, és akkor most nekiállok megint játszani. Csak annyit kívánok tenni, hogy egyelőre csak a tápot fogom rádugni, és akkor fogom nézem folyamatosan itt a térerőt. Ugyanis itt ennél a fánál, illetve ezen a részen, itt is méregettem, és itt is egy olyan ötös skálán ötöst mért. Egyébként először, mikor elindultam onnan a kabin, hát ott nem látjátok, hogy jön ki a levegőbe a kábel. Ideiglenes megoldás minden, tehát azt azért csak annyit fogok csinálni, hogyha az úgy marad majd, hogy a naptól fogom védeni, mert ugye az nem UV-stabil, és akkor, hogy mégis ne legyen vele ilyen tekintetben gond, még most a nyáron. És itt, ami meg majd a falat jön tovább, lehet, hogy annyit fogok csinálni, hogy egy pici árkotások csak ide, csak annyit, hogy el tudjam földelni, és akkor az ugye már nem fogja érni a nap. Tehát amikor itt a kabin elején kihoztam a kábelt, körülbelül ez volt a maximum távolság, amíg idáig kiértem, és itt próbáltam ráközelíteni arra a toronyra is, erre a toronyra is, de így innen már mind a két toronyra egyébként ugyanúgy maximális térerőt mutatott. És akkor utána azt megcsináltam, hogy még ugyanúgy előről, de elhoztam erre a részre, megpróbáltam ide felhozni, mert arra gondoltam, hogy lehet, hogy itt még néhány, akár csak egy méter szintkülönbség is sokat számíthat. Ugyanis tegnap, ahol raktam oda az oszlopra, ugye ott csak négyes térerőt mutatott, de ugyanabban az irányban, ugyanarra a toronyra, hogyha felraktam egy méterrel feljebb, már ötös térerőt mutatott, és meglátszott a letöltési sebességen is. És akkor most itt elkezdtem vele játszani erre, meg arra. Arra már lecsökkent hármasra a térerő, tehát erre kell inkább jobban jönnöm. És azért is gondoltam, hogy most, hogy kihoztam hátul a kábelt, egy kicsit nagyobb mozgásterem van, messzebbre is el tudok menni. Hogy igaz, hogy így a fa itt van előtte, de ennek ellenére azért jobb eredményeket kaptam. És az lenne a cél talán, hogy ide felraknám valahova erre a fára, majd meglátom, hogy itt milyen eredményeket kapok. Mert hogyha később ugye a kutyaházból fogom kihozni majd egy-egyben, akkor szintén meg tudom azt tenni, hogy így szépen elvezetve ide ki tudom hozni. Ez mégis itt van a ház közelben majd. Úgyhogy most valahogy itt fogok itt méricskélni, nézelődni, térerő, és utána majd meglátom akkor. Igazság szerint én oda akartam egész felrakni. Tehát ott a magas ágyásokon túl, ott fent, ugye az egész telket belátja, és akkor oda raknék egy wifi szórót is, majd routert, vagy nem tudom minek nevezik azt, elosztópont, vagy valami ilyesmi. És pontosan azért, mert még szükségem lesz egy wifi routerre is, ha ez a cuccos megmarad, de erről majd mindjárt beszámolok. Először akkor méricskéljünk. Ja, csak még a tápot be kell dugnom először is. Na olyan, mammer? Ízlik a főztöm? Jót főztem ma is. Tehát ott van a távolban egy torony, egész messze, a rakamazon. Illetve, ahogy mutattam tegnap, ott van egy pokoli torony. Tehát a tegnapihoz képest csak annyi változott, hogy ugyanúgy, ahogy bedugtam oda a gépbe, amit be kellett dugni hátra, azt a kék kábelt, most ott vezettem ki a sarkon, ahol a napelemes kábelek is kimennek, illetve nézőpont kérdéssel bejönnek, és akkor ugyanaz a lyukon vezettem ki, az épületen kívülre, és itt pedig itt van a táp, amit most akkor be is dugok. És akkor mehetünk méricskélni. Ez a karó azért van, mert idegesen így helyezgettem ide-oda az eszközt. Annyit csináltam most, hogy újra dugóztam, hogy már ezt a sarok, vagy ezt a törésgátlót ezt nem raktam rá, mert ide nincs rá szükség egyrészt, másrészt pedig még így sem olyan hű, de egyszerű ezt a helyére pattintani. Ja, pláne úgy, hogy rossz helyen próbálom. Így több szerencsével járhatok. Így né. Aha, jó van, van powerünk, mert megmondom őszintén, így egy kicsit azért ijesztő volt látni azt, hogy egy-egy kábel nem ért teljesen végéig, de mondom azért annyira benne van, hogy elméletileg elég lehet. Meg ugye így, a térerőjelet nem mindig látom, mert pont akarja.
Szóval itt még azért tudok játszadozni, jönni, menni, meg esetleg feljebb rakni. Csak azért is érdekes, hogy ugye ebbe az irányba kellett jönnöm, és akkor itt nagyobb térerő volt, mint arra, mert arra is egyébként ugyanúgy megvan ez a magasságom, és ugyanúgy vannak fák az előtérben, mint itt. De ott mégis valahogy már rögtön, amint elhagyom az ébici tartályt, már lecsökken a térerő 5-ről 3-ra. Itt pedig adja végig, csurig addig. Még nem töltött be, de majd ha betölt, akkor igen. És akkor lehet vele itt mászkálgatni, egy kicsit nézelődni. De itt a fa környékét akarom megnézni, mert nekem ez így optimális lenne, hogyha itt adná, és akkor... Aha, csúrig van. Alig, hogy kimondtam, már lement 4-esre. Itt most 5-ösre. 4-esre. Tehát, hogyha elindulok vissza megint, itt mértem ugye megint 5-öst, így van. Na, pont a fánál nem lesz majd maximális térő, mert már most sincs. Kicsit elindulok jobbra. De most van, de most el is kellett fordítanom. Hát ez nektek nem élmény, úgyhogy nem is fogom én ezzel húzni az időt, jó? De itt a fánál megvan ugyanúgy az 5-ös térőnk. Az a lényeg, hogy akkor majd itt mérni kell egy sebességtesztet megint. Hangyák azok vannak a fán ezerrel, úgyhogy valahogy majd úgy kéne ide rakni, meg ide támasztani, vagy majd végleg fixálni, hogy azok se okozhassanak gondot, mert azok úgyis felmásznak mindenhova. Na, csak mondom, azért is érdekes, mert egyébként van fa, meg minden ezerrel az útban. Itt betámasztottam egyelőre így a fa mögé közvetlen, itt maximális térerő van. Azért, mint mondom, azért is érdekes, mert pont ahol a másik fának a törzse van, ott van a mögött a torony. Úgyhogy pont betakar. Attól a törstől egy picit balra. De hát mindegy. Ha így adja, így adja. Nekem így is jó. Csak adja. Na de menjünk, beszélgessünk egy kicsit, jó? Míg én rám érek. Kisütött a nap. Egyből más a gyerek fekvése. Meleg is lett ezerrel. Kirakom a palántákat is. Bújnak ezek is. Okosba, mert nálunk úgy szokás. Még egy kicsit napfürdőzzenek, hát csak ide elrakom. Oldalra, meg én is egy kicsit leveszem akkor a gumicsellót. Szóval csak annyiról szeretnék beszámolni, mert ez akkor csak egy ilyen rövid összegző videó lenne, hogy azért sokan adtatok jó információt, meg tanácsokat, amit ezúton is köszönök mindenkinek, illetve nagyon sokan felajánlották a segítségét is. Szóval ezúton is köszönöm, de hál' Istennek akkor sikerült rögtön konfigurálni az egyik néző segítségével. Na most, amikor én ezt az antennát megrendeltem, akkor bevallom töredelmesen, hogy kicsi utólag jöttem rá, hogy ez nem wifi-s. Tehát ez magával vonza az, hogy akkor még be kell ruháznom egy wifi antennára, egy wifi routerre egészen pontosan. Illetve, ami ugye úgy indult a történet a legelején, hogy én elkezdtem élőzni, és azzal rengeteg technikai gondom akadt, nem csak az applikációval, hanem az internet sebességével is. Illetve az internetnek a havi korlátjával is. Ugyanis az előző szolgáltató, akinél voltam 50 GB per hót engedett, a Vodafone, ahol most vagyok, az pedig korlátlan. Viszont idekint eléggé gyötra mind a kettő. És azért kellett ugye váltanom az 50 gigásról a korlátlanra, mert amikor már letudtam, hogy két élőadást, akkor vettem észre, hogy igencsak fogy az adat. Tehát addig, amíg máskor el sem értem sosem az 50 gigát a hónap végére, március közepére már volt, hogy valami 10 vagy 12 giga maradt csak vissza, nem több, a havi keretből, az meg édes kevés, mert hogyha még feltöltök egy-egy videót, akkor viszont látásra azzal meg is van a történet, és akkor én még esetleg mellette, amit információt gyűjtök, keresgélek, kutakodok, akkor az még nincs is benne. Szóval azért is váltottam, mert nagy nehezen találtam egy olyan alternatívát, lásd Vodafone, ami korlátlan, és ráadásul ugyanezen az áron van. Váltottam, rendben van, csak amennyire jónak tűnt az elején, sajnos annyira siralmassá kezdett egyre inkább válni. Tehát akkor, amikor ilyen 1 megabit per szekundumokról beszélünk, 1,4-ről letöltésre, 1,5-ről meg hasonlókról, ugye az azért eléggé szánalmas, még akkor is, ha én kint vagyok külterületen. Tudom, hogy javasoltátok sokan a Starlinket, de az nekem húzós, én abban nem mentem bele, és próbáltam valami olcsóbb alternatívát találni. Tehát ilyen havi, majd 20.000 forintot nem kívánok fizetni az internetért, csak azért, hogy most élőzzek például, mert ugye ez volt az egésznek a kiinduló pontja.
Szóval, legalábbis amit ajánlottatok nekem, az ilyen, azt hiszem valami ilyesmi összegről szólt havonta. Bár az, aki ezt említette, ő mondta, hogy ő beszáll egy kezdő tőkével, és segít nekem, hogy ennyivel is kisebb legyen a kiadásom a videókért cserébe. Tehát ezúton köszönöm neki szintén ezt a felajánlást megint csak. De mondom, nem akartam a Starlinkkel foglalkozni, ezt már úgy nagyjából, meg úgy utána néztem, gyorsan berendeltem, mint rájöttem később, ez nem wifi-s, tehát szükségem van majd egy kültéri, én azért akarok kültéri wifi antennát, hogy akkor ugyanígy a telken belül tipekbe azért lehessen kényelmesen netezni. Viszont az még mindig nincs megoldva, ami nekem egyébként célom volt, hogyha megyek külterületen valahol akárhova, vagy bárhova, akkor legyen olyan wifi elérhetőségem, hogy mondjuk például élőt is le tudjak bonyolítani. Bár ehhez képest megmondom őszintén, hogy nagyon sokat nőtt a szemembe az a kis zsebmifi a TP-Linknek, mert ahhoz képest, hogy azért letudtam vele az élőt itt, akkor, amikor csináltam, még mondjuk főként a Pannonnál, aminek szerintem egy kicsit jobb volt a hálózata ilyen, ilyen téren, ahhoz képest, hogy nyomta az élőt is egyenesbe, meg én egy másik eszközön ezt párhuzamosan vissza is néztem, ugye egyfajta kontrollként, elég jól tette a dolgát. Úgyhogy arra nem lehet okom panaszra. De ez még akkor még mindig nincs megoldva, mert ugye most az a SIM-kártya, az benne van az antennába, ami az internetet szolgáltatja, illetve akkor kell majd, mint mondtam, egy ilyen kültéri antenna, majd hogyha jól viselkedik ez a készülék, és tényleg hozza legalább ezeket a 8-10, de inkább 10 körüli értékeket letöltési sebességre, akkor nem fogom visszaküldeni. Egyébként igen, én nagyon úgy voltam vele, hogy igen, de amikor már láttam, hogy helyezgetéssel lehet egy kicsit még hozni rajta, na akkor döntöttem úgy, hogy kivezetem a kábelt hátul, mert úgyis arrafelé méregettem a jobb eredményeket, és akkor ott lesz majd úgyis a végleges helye, ha. De azért én még a 14 napom belül bőven belül vagyok, tehát még tudok még méricskélni, mielőtt esetleg úgy döntedék, hogy jelzem a viszonteladónak, hogy visszaküldeném. Tehát körülbelül ennyi lett volna. Most mérési eredményeket még nem nagyon tudok szolgáltatni, így, hogy például oda is helyeztem, mert mindjárt megyek, bekapcsolom a gépet, de én szerintem gyorsan ezt meg is szerkeztem, fel is töltöm, hogy nézhessétek meg. Majd esetleg egy kitűzött megjegyzésben gyorsan én azért még írok ilyen kezdetleges adatokat, de gondolom, hogy ugyanezek lesznek. Tehát én nem hiszem, hogy el fogom érni azt, aki egyébként nekem összeállította a rendszert és konfigurálta, hogy ilyen 20-30 megabit per szekundumos letöltés, mert az úgy tűnik, hogy ez itt nem fog működni. Ő sem tudta, hogy miért. Próbált utána járni, még egy kicsit kutakodott, keresgélt a gépen belül, stb. Meg így a hálózaton, meg a programon belül. Kérdezte, hogy van esetleg katonai erődítmény, vagy katonai támaszpont, vagy valami hasonló itt a környéken, de semmi ilyesmi nincs, ami lehúzná a netet, hanem egész egyszerűen valószínűleg ez tudja, sajnos. Úgyhogy itt már csak annyi lesz, hogy akkor én még, hogyha beszerzem ezt az antennát, vagy átjátszót, vagy nem is tudom, mondta pedig, hogy minek nevezik, mert ugye van wifi kliens, van wifi kiosztó, vagy mit tudom én micsoda. Szóval majd akkor itt a telken belül én már azt gondolom, hogy ez nekem elég lesz, és meg leszek vele. De hogyha ilyen 1, meg 2, meg 3 megabit per szekundumokról beszélhetünk letöltési sebességre, én azért nem fogok egy 46 ezer forintos eszközt itt tartani, mert az még mindig gyatra, és semmire se elég. Bár az tény, hogy a feltöltési sebesség, az végig mondom egy ilyen 20-22 környékén mocorgott, ami jó abból a szempontból, hogyha én töltök fel valamit. De hogyha le kell tölteni valamit, például most is azzal kezdtem, ugye, hogy tudjunk értekezni, meg ő akkor a gépembe tudja állítani nekem, amit kell, mert ő ilyen távgyógyítás, mint régen a telefonos távgyógyítás, ő úgy segítkezett, tehát használtuk ezt a TeamView alkalmazást, azt nekem előtte még gyorsan le kellett töltenem. 85 megáról beszélünk, vagy közel 86 megáról, most nem tudom, mennyi lett a végre, hogy pontosan mennyi idő alatt töltötte le, de írt ki ilyeneket, hogy 15 óra, 16 óra van még a letöltés végéig, stb. Természetesen addig nem tartott, de szerintem egy 3-4 óra biztos volt. 85-86 megállnak. Tehát ez semmiképp se jó. Na, akkor ennyi lett volna most így nagy hirtelen mára. Lehet, hogy gyorsan csinálok még egy mérést, visszakapcsolom a kamerát, és akkor mondok egy-két adatot, mert a kitűzött megjegyzést úgyis elfelejtem majd beírni, meg ez a tesztelés még azért zajlani fog majd a következő napokban is, úgyis hallani fogtok majd a fejleményekről. Meg biztos vagyok benne, hogy kifelejtettem valamit, amit még akartam mondani, de mindegy, nagyjából ennyi. Ja igen, a legfontosabb, remélem nézi az illető, hogy megpróbáltam azt is, miután ugye mielőtt elköszöntünk egymástól, megbeszéltük azt is, hogy esetleg az, aminek az egyik biztonsági kamerában van szintén ilyen kártya,
SIM-kártya, hogy megnézném, hogy mondjuk így ezzel az antennával a pannonnak milyen térereje van, milyen letöltési-feltöltési sebessége van. És ő beállította úgy is, hogy akkor már csak tényleg annyit kell csinálnom, hogy a Vodafone-os kártyát kiveszem az antennából, belerakom a pannonost, és akkor egy az egyben a rendszer felismeri, nem ismeri fel, tehát nekem át kellett váltanom egyébként a Yettelnek a akármilyére. És olyan probléma jött, hogy nem tudtam vele mérni. Ugyanis egyáltalán semmit, még tápot se jelzett. Tehát olyan, mintha nem is lett volna bedugva a tápra sem az antenna. Pedig csak kártyát cseréltem rajta, persze a kártyát úgy cseréltem rajta az ő javaslatára, meg hát észszerű, hogy a tápot lehúztam róla, kihúztam a konnektorból, cseréltem a SIM-kártyát, vissza a tápot, és egyszerűen nem kelt életre. Amikor visszadugtam a Vodafone-os kártyát bele, akkor először annál is csinált ilyet, de utána az észhez tért. Aztán megint kikapcsoltam, kihúztam az egészet, megint beleraktam vissza a pannonos kártyát, hogy hát ha akkor tudok mérni vele, és nem, egyszerűen nem. Olyan, mintha nem kapna bizsit sem. Pedig csak SIM-kártyát cserélek, tehát nem tudom, hogy ez miért volt. Mert ugye az lett volna jó nekem akkor, hogyha esetleg gondolkodom abban, hogy visszaváltok mondjuk Telenorra, erre a pannonra, hogyha ennyire gyatra a Vodafone is, hogy akkor előtte mértem volna ezzel az antennával annak a hálózatának is, hogy mégis mire képes. De azzal se lettem volna egyébként előbbre. Egyrészt ugye most van 12 hónap hűségnyilatkozatom a Vodafone-nál, és már nem tudom visszamondani, mert 14 napon túl vagyok, de még az is lehet, hogy valahogy vissza tudnám mondani, hogyha a szolgáltatás nem megfelelő és gyatra is használhatatlan, nem tudom. De ha vissza is váltanék, akkor megint ugyanott lennék, ahonnan elindult a történet, hogy 50 GB korlátom lenne, tehát akkor azért nem tudnék csak mondjuk egy élőadást csinálni egy hónapban, mert többet biztos nem. Úgy van, karmolj össze, ezért vagyok, mi vagyok én, vagy totem, vagy fa, vagy karmolászós történet, vagy mi van a macskának. Szóval akkor se lettem volna előbbre, mert az 50 gigát akkor elérem. Ugye én ezért is váltottam, hogyha akkor lenne egy kis élőzés, akkor ne kelljen már rettegnem, meg mindig visszaszámolnom, attól félnem, hogy mikor fogy az adatkeretem, és akkor annak megfelelően beosztani a hátralévőt a hónap végéig. Tehát most meg a Vodafone gyatra is nem működik rendesen, hiába korlátlan, azzal sem megyek semmire. Szóval erre mondják, hogy csöbörbe, vödörbe. De így, hogy helyezgetem, úgy tűnik, hogy talán valamennyire használható lesz, na mindegy, egy szónak is százal vége BKV. Majd még lehet, hogy visszatérek mindjárt. Bekapcsolom gyorsan a gépet. Ja igen, és akkor a másik, amit mondtam, hogy én most így ugye csak vezetéken keresztül tudom használni az internetet, tehát úgy, hogy egyezetben be van kötve az UTP kábel a számítógépbe. Tehát mondjuk akkor a telefont, a tablet, ez kilőve jelenleg, addig, amíg nincs wifi routerem. Ezzel kapcsolatban is kaptam az illetőtől tanácsot, úgyhogy azt meg fogom nézni. Azt meg fogom nézni majd, azt a wifi routert, mert ez megint akkor egy kis pénz, ugye, megint, de azt is, hogy ilyen kültér, és akkor azt is szintén valahol oda tudom majd elhelyezni elméletileg, és akkor le lesz fedve az egész telek, na mindegy, erről is már beszéltem, tudjátok szerintem, mire gondolok, szevasztok. Háttérinformáció, kész a tojás, úgy hallom valaki, odakint nagyon kotkodál. Dupla háttérinformáció, ugyanis eszembe jutott, hogy miért nem csinálok már megint képernyőfelvételt arról, hogy mérek. Itt már csináltam egyet, pont mikor már itt jártunk, ezt mérte a letöltést, és ez látszik, hogy hű, de nagyon faja, legalábbis nekem már. Tehát akkor indítottam el a felvételt. Szóval itt most lehet látni, hogy azért teljesen megfordultak az arányok, tehát magasabb a letöltési érték, viszont alacsonyabb a feltöltési. Na most van 4:30, tehát gondolom ez még nem számít csúcsidőnek. Ennek ellenére jobb, mint a déli, meg a délelőtti eredmények, illetve hát ezt gondolom annak is betudható, hogy most még odébb tudtam helyezni az antennát, mindjárt mérünk még egyet. Mert azért nem bízom én abban, hogy ez így ilyeneket produkál, de ha ezt tudnám stabilan, ez nekem már elég. Még akkor is, ha ti gondolom sokan úgy vagytok vele, hogy azért ez még mindig elég zsönge, de azért valljuk be őszintén, hogy én most itt külterületen vagyok, tehát nem egy város közepén, vagy még csak nem is egy faluba, vagy még csak nem is egy falu széli részen. Tehát ez már nekem is elfogadható inkább, és erre már tényleg azt mondom, hogy akkor nem is gondolkodom a visszaküldésén az antennának, mert így már látom némi értelmét annak, hogy akkor ezt esetleg megtartsam, annak ellenére, hogy még ugye még akkor mindig vásárolnom kell hozzá majd egy eszközt. Hát ezért fogok majd azért valamikor az esti időszakokban is mérni. De hát úgy látom, hogy hát most csak 10 körülre fog kijönni. Az alá. Hát igen, ez most így csak 9 lett.
De addig, amíg a korábbi mérések alapján a maximumok voltak inkább ilyen 9 és 10 körül, most eddig ez volt a legkevesebb. Még gondolkodom olyanban egyébként, mert voltak ilyen javaslatok is, hogy menjek el a toronyhoz, ott is mérek. De az igazság, hogy akkor oda ugye elvinni az antennát, meg akkor rákötnöm valami tápra, vagy a 12 voltos aksira a kocsira, de akkor egy 24 voltos átalakítóval valahogy, mert hogy az invertert nem fogom szétkapni, az egészen biztos. És akkor ott a torony közelében is csinálni méréseket, csak kíváncsiságból, hogy ott mit tud. Jó, ez most így nekem nagyon jó. Tehát így, hogyha ilyen eredményeim lennének, akkor én ezzel meglennék. Na jó, elégedjetek meg ennyivel. Ha valami változás lesz, akkor úgyis beszámolok róla. Esetleg, ha gondoljátok, ti is javasolhattok ilyen kültéri wifi antennát, vagy micsodát. Wifi erősítőt, vagy nem tudom, minek nevezik, ezt pedig mondta az illető, de nem tudom. Nem wifi kliens, hanem valami wifi pont megosztó, vagy kiosztó, vagy mit tudom én. Na, még egyet utoljára. Egyébként mondom, az is érdekes volt, hogy akkor, amikor csak ilyen 2-3 megabit per szekundumokról beszéltünk, akkor is nagyon jól betöltötte a honlapokat. Nyilván azért már a YouTube, tehát a videó meg a satöbbivel már meg kellett egy kicsit dolgoznia, de a mezei honlapokat, még ahhoz képest még nagyjából az időképnek mondjuk az animált felhőképét és hasonlókat is elég jól betöltött, tehát a felhasználás során azért úgy igazán nem nagyon tapasztalta az ember, hogy rossz. De amikor nem ment, akkor olyan volt, mintha egy kapcsolóval lekapcsolták volna egy-egybe a netet. Hogy ez mennyire a Vodafone-nak a hibája, vagy mennyire nem, vagy csak a torony butáskodik, nem tudom. Na, menjetek BKV-val. Én meg akkor még egy utolsó méréssel zárom akkor ezt a napot, mert hát sajnos fél öt múlt, és én semmit nem csináltam, mert ugye délelőtt ezzel játszadoztunk, utána még mindig ezzel játszadoztam, most meg ezzel fogok játszadozni, mármint a szerkesztéssel 12. Na jó, az a lényeg, hogy azért úgy 10 alá nem megyünk most jelenleg, ez most bíztató. De a 20-30-hoz képest, amit említett, hogy azért annyit stabilan hoznia kéne, ahhoz még messze vagyunk. És még mindig nincs vége. Mert én most gyorsan, mikor elvégeztem az egy-két mérést, akkor utána válaszolgattam néhány üzenetre, de aztán még kíváncsiságból természetesen most már mindig rajta vagyok. Csináltam még egy mérést, és annyira meglepő volt, hogy csináltam még egy másodikat szintén. Nem tudom, miért nem vettem fel, mindegy, lényegtelen. Most én közben egyébként nekem van egy kis maszekom, úgyhogy ahhoz készülődöm éppen. Tehát csináltam még két mérést pluszban. Most mondhatjátok, hogy nem igaz, mert ugye nem mutatom meg, csak utólagosan beszélek róla. De itt már 20. Alulról csapkodta a 20-at a letöltésnél. Nem érte, elérte többször is, átugorta a 20-at, viszont a végleges mérési eredmény az ilyen 19,43-ra jött ki letöltésre, feltöltésre meg ugyanez a 20-22-23 vagy valami ilyesmi. Szóval na ez már azt mondom akkor, hogy valóban közelíti azt, amiről szó volt az illetővel, aki ezt az egészet csinálta, és azért látszik, hogy van értelme annak, hogy csak egy néhány métert ide-oda mozgatom az antennát. Úgyhogy visszatérve a Starlinkre, mert most az illetőnek válaszoltam megint, aki egyébként még egyszer köszönöm a felajánlását, aki írta, hogy ő be is szállna és segítene nekem ebbe a dologba, de mondom, ilyen havi 20-akat fizetni azért, hogy ilyen általános felhasználása, tehát most ugye most beszéltünk az élőről, ami fogyaszt, mi van korcs, meg néhány olyan dologról, de alapvetően tehát én nem játszom, én nem filmezem, én nem töltök le, nem nézek online, és semmi ilyesmit nem csinálok. Ha nagyon arról van szó, és annyira gyatra a net, akkor én tudom nélkülözni a mellőzést is, mert tudom nagyon jól, hogy ugye ezt is tudjátok nélkülözni. Ezt mondtátok is, talán néhányan írtátok is, hogy nem feltétlen
meg talán a nézettségi adatokból is látom. Tehát ezzel mondom, hogy igazság szerint nem is érdekel annyira nagyon, az is lehet, hogy majd ez szépen lassan el fog kopni, bár nekem az élővel voltak terveim, de mondjuk azok nem itt helyben, hanem ugye külső helyszíneken, de így akkor az már eleve kilőve. Tehát az, hogy nekem is stabil netem legyen arra, amire eddig is kellett, tehát hogy tudjak normálisan videót feltölteni, arra kell, meg hogyha esetleg információgyűjtésre, és akkor ha ezt tudja, az a 1-3 megabit per szekundum helyett 20 környékén, mert most már lassan ott tartunk, bár tudom nagyon jó, hogy egy fecske nem csinál vasat, vagy nyarat, vagy pasast, vagy pasát, vagy mi az anyját. Na, hum van, gyökér! Ne rám nézz! Na, ennyi volt mára, most már tényleg. Még ezt gyorsan letudom, aztán feltöltöm nektek ezt a részt. Úgyhogy nem fogok kommentet kitűzni, hanem most már akkor tudjátok nagyjából hányadán is állunk. Természetesen én majd még este csúcsidőben mérek többször, stb. Tehát majd a későbbi videókban, ha eszembe jut, akkor egy-egy mondat erejéig majd beszámolok arról, hogy mégis hogyan mi történt. Azért ennyire sötét a kép, mert amikor beállítottam a kamerát, jött az a baszonfasz a felhő, és mondom, annyira kicsi egyébként, hogy mondom, úgyis mindjárt kisüt a nap. De nem, ilyenkor nem. Majd most, ha kikapcsolom a kamerát, ki fog sütni a nap. Mindegy, BKV.